Sziasztok! Üdvözöl benneteket ismét a csatornámon! Folytatódjon a Photoshop suli. A következő pár epizódban a rétegekről fogok nektek beszélni. Ebben az első részben szeretném nektek bemutatni, hogy mik is azok a rétegek, mire valók, miért olyan fontosak a Photoshopban, illetve gyakorlatilag az összes Adobe termékben, illetve milyen alapvető műveleteket tudunk velük végrehajtani. Ha ránéztek a vásznamra, azt láthatjátok, hogy egy színes rétegekből álló háttéren három darab képeslap helyezkedik el. Ami így igaz is, főleg, hogyha ezt a képet én most egy JPEG formátumba elmentem, ami nem képes a rétegeket kezelni. Ellenben, hogyha ránézünk ide a Layers panelre, azaz a rétege panelre, láthatjátok, hogy ez a kép gyakorlatilag négy darab rétegből áll. Van egy háttérrétegem, és a három darab képeslap három különböző rétegen helyezkedik el. És ez miért is olyan fontos számunkra? Szeretném nektek mutatni egy másik példát. Ezt a kis képecskét én készítettem nagyjából 3 perc alatt, ami ugye meg is látszik rajta, ellenben 5 darab rétegből áll. Van egy sima zöld hátterünk, van egy kék-kék boltunk, egy épületünk, egy fánk, 3 darab felhőnk és egy kis darab kis napunk. Tegyük fel, ezt a képet én egy megrendelőnek készítettem, el is küldöm neki, és az a visszajelzés érkezik, hogy igen, ez megfelel az elképzeléseinek, viszont a két objektum, tehát a fa és a ház egymáshoz képest pont fordítva szerepeljen. Hogyha az egész képet egyetlen egy rétegen készítettünk el volna, képzeljétek el, mintha egyszerűen papírra rajzoljuk, akkor radírozhatnánk ki mindent, és kezdhetnénk az egészet előről, vagy kitörölhetünk mindent, vagy fogunk egy új papírt, és akkor azon kezdünk el dolgozni. De mivel én ezt különálló rétegekbe készítettem el, így ezeket a rétegeket egymáshoz képest én nyugodtan tudom mozgatni úgy, hogy nem okoz semmi problémát, nekem a hátteret nem kell újraalkotnom, nem kellett kiradíroznom mindent a fát, nem kellett akkor a füvet, akkor azt a kékeket újra elkészítenem, hanem csak odébb mozdítottam a hátteremet. Mondjuk ugye ennél a képnél ez olyan nagy problémát nem okozott volna, hogy ezt újra meg kellett volna rajzolnom, de egy komolyabb, összetettebb képnél már azért elég nagy gond, elég munkaigényes tud lenni, ha ilyen módosításokat kell végeznünk. Jó, én most megcseréltem a két tárgyat a képen, a vásznomon, és így elküldöm. De ez még továbbra sem jó. A fa az közelebb van az épülethez. Jó, odahúztam a fát az épület mellé, és az épület előtt van. Majd jön az a visszajelzés, hogy igen, nagyon jó, de az a fa az épület mögött van, és szeretnék, hogyha a nap egy kicsit jobban látszódna a képen. Semmi gond, megfogom ezt a panelt, átmozgatom a másik alá, egy kicsit esetleg odébb húzom, illetve fogom a felső panelemet, amin a nap és a felhők szerepelnek, és odébb húzom. Amint láthattátok, ezeket a műveleteket úgy el tudtam végezni, hogy nem kellett újra rajzolnom semmit, egyedül ki kellett jelölnöm azt a panelt, amit szerettem volna mozgatni, vagy a vásznamon, vagy a paneleket egymás alá, egymás fölé, és ezt egyszerűen meg tudtam tenni azért, mert mindegyik elemem különálló panelem van. És el tudjátok képzelni, hogy nem csak mozgatni lehet ezeket a paneleket egymáshoz képest, illetve föl, alá, illetve egymáshoz képest jobbra, balra, hanem ugyanígy bármiféle effektet rétre tudunk hozni, és akkor csak a kép egy bizonyos részét érinti, hogyha ott hozom létre azon a kis különálló panelem. De ha esetleg az a általunk létrehozott effekt nekünk nem tetszik, vagy módosítani akarjuk, akkor úgy meg tudjuk csinálni, hogy a kép többi része nem károsodik. Ha visszamegyek most a másik képemre, itt ugye kicsit jobban fog látszani az, hogyha mondjuk ezt a képet odébb hozom, akkor az eddig kitakart
Részletet nem kell újra rajzolnom. Ennél ez már kicsit macerásabb lenne, mint az előző képnél. És itt bármiket ki tudom jelölni, és ugyanúgy tudom mozgatni. És most felmerül a kérdés, hogy hogyan is tudom kijelölni a paneleket. Erre természetesen többfajta lehetőségünk is van a Photoshopban. Az egyik, hogy itt a Layers panelen bal egér gombbal rákattintok arra a panelra, amit én szeretnék kijelölni. Természetesen több panel kijelölésére is van lehetőségünk. Ilyenkor a Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintunk arra a panelra, amit szeretnénk kijelölni, és ugyanígy tudjuk megszüntetni a kijelölést is. Amennyiben jobb egérgombbal rákattintunk itt a vásznon az egyik panelre, akkor láthatjátok a panelem nevét, illetve az alatta lévő összes többi panelt is. És ha itt kattintok rá a másik panelre, akkor a kijelölés átkerül arra a panelre, amire most rákattintottam. Én a leginkább a billentyű parancsa történő kijelölést szeretem, tehát a Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintok arra a panelra, amit én szeretnék kijelölni. Számomra ez a legkényelmesebb kijelölési mód. Itt fönt az Options bárba láthatjátok ezt az Auto Select-et, ami nálam most ki van kapcsolva. Ha bekapcsolom, akkor amelyik panelre rákattintok a képen, anélkül, hogy bármilyen billentyűt is lenyomnék, az a panel lesz kijelölve. Illetve ha nyomom a Shift billentyűt és rákattintok egy másik panelre, akkor ugyanúgy többszörös kijelölés fog történni. És ugyanezzel a módszerrel, hogyha a Shift billentyűt nyomva tartom, és úgy kattintok rá egy másik panelre, akkor a kijelölést meg tudjuk szüntetni, illetve az Auto Select-nél van egy olyan lehetőség is, hogy a paneleken kívül nyomom a bal egér gombot, és elkezdem húzni az egeremet, akkor egy kijelölő nézetet fogok létrehozni, és amelyik panel belekerül ebbe a kijelölő négyzetbe, amint láthatjátok, az kijelölésre kerül. Most mind a hármat én kijelöltem. És hogyha a paneleken kívül kattintok, akkor gyakorlatilag ez a kijelölés meg fog szűnni. Azért nem javaslom ennek az Auto Select-nek a bekapcsolását, mert ebben az esetben három darab nagyobb panel van, ez nem probléma. De ha mondjuk egy nagyon bonyolult kép akár 50-60-80 panelből is áll, panelből, layer, tehát rétegből, akkor gyakorlatilag a kijelölésnél, ha egy helyen akár 5-6-8-10 réteg is találkozik egymással, akkor akár olyan réteget is kijelölhetnénk, amit nem szeretnénk. Én ezért ezt az Auto Select-et általában kikapcsolva tartom, és a Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintok arra a panelre, amit szeretnék kijelölni. Amit láthatjátok, visszarendeztem őket nagyon szépen középre, és láthatjátok azt is, hogy ezek egy nagyon szép hierarchiában vannak, tehát hogy a három darab réteg egymáson helyezkedik el. Pont ilyen sorrendben vannak a Layers panelem, hogy ez a panel, ami a legalsó, az itt a vásznamon is legalul helyezkedik el. Most felmerül az a kérdés, hogy igen, ezt én szeretném egy kicsit feljebb mozgatni. Bal egér gombot nyomva tartom a panelen, a rétegen, és följebb húzom. Láthatjátok ezt a kis halványkék kis csíkot. Ha még tovább húzom, akkor ez átkerül legfelülre. Ez pontosan a rétegünknek a helyét fogja jelezni, ahová ezt a réteget én most áthelyeztem. Itt egyetlen kitétel van, nem lehet a háttérréteg mögé helyezni, ugyanis a háttérréteg, az a background layer, az egy különleges réteg. Láthatjátok, a kapott is egy külön is kis ikon, te is van zárva, ami azt jelenti, hogy a háttérréteg mindig kitölti az egész vásznunkat, tehát mögé nem lehet helyezni semmit, hiszen az akkor nem lesz látható. Természetesen van billentyű parancs is a
képek mozgatására, a Ctrl billentyű lenyomása mellett a szögletes zárójelekkel, tehát nyitva nyitott és záró szögletes zárójelet tudom mozgatni a rétegeket egymáshoz képest, illetve a Ctrl és Shift billentyű együttes lenyomásával a kijelölt rétegünket az első, illetve az utolsó pozícióba tudom áthelyezni. Mi van akkor, ha nem szeretném az összes réteget a képen láthatóvá hagyni? Itt láthatjátok ezeket a szemikonokat. Amennyiben rákattintok az egyikre, akkor az a réteg eltűnik. Ha én most ezt a képet így, ahogy van, elmentem JPEG formátumban, akkor csak ez a két darab képes lap lesz rajta a képe. Természetesen, ha olyan formátumban mentem el, ami képes támogatni a rétegeket, mint például a Photoshopnak a saját formátuma a PSD, illetve a TIFF, akkor ez a réteg információ továbbá is a kép része lesz, de ugyanúgy rejtve lesz. És ahhoz, hogy láthatóvá tegyük, vira rá kell kattintani a szemikonnak a helyére, és akkor láthatóvá fog, látható lesz a képrészlet. Természetesen több réteget is tudunk láthatatlanná tenni. Gyakorlatilag most az egész kép egy üres kép. Pontosan ezt is szimbolizálják ezek a fekete-fehér kis kockák, ami a Photoshopban, illetve gyakorlatilag szinte az összes képszerkesztő szoftverben az átlátszóságnak a jele. És gyakorlatilag egyes vissza is kapcsoltam. Viszont ha nyomom a balegér gombot és elkezdem lefelé húzni az egeret, akkor ugyanúgy meg tudom szüntetni, el tudom tüntetni az összes képrészletet, és ugyanezzel a módszerrel, hogyha a legalsónál nyomom a balegér gombot és elkezdem fölfelé húzni az egeret, akkor vissza tudjuk állítani az összes réteget. Mi van akkor, ha csak egyetlen réteget szeretnénk láthatóvá hagyni, akkor az összes többi réteget egyszerűen kikapcsoljuk. De ugye nem véletlenül hoztam ezt fel, hiszen erre is van egy billentyű parancs, ha az Alt billentyűt lenyomva tartom és úgy kattintok egyetlen rétegre, akkor csak az egy réteg lesz látható, az összes többi réteg az láthatatlan lesz. És még egyszer rákattintva visszajön az összes többi rétegünk. Ami néha jó jön akkor, ha csak egyetlen egy réteget szeretnénk tényleg dolgozni, és csak azt szeretnénk látni. És most szeretnék néhány szót szólni a background rétegről, azaz a háttér rétegről, ami ugye láthatjátok, kapta ezt a kis lakat ikont, ami azt jelenti, hogy ez le van zárva ez a rétegünk, ugyanis ennek a háttér rétegnek vannak különleges tulajdonságai. Ugye a háttér réteget nem lehet törölni, nem lehet igazából szerkeszteni. Ahhoz, hogy szerkeszteni tudjuk, meg kell szüntetnünk a háttér mi voltát, illetve egy háttérpanel nem lehet átlátszó sem. Úgy tudjuk megszüntetni az a háttérpanelnak a ezen beállítását, ha rákattintunk erre a kis lakatra, és amit láthatjátok, egy Layer 0 nevet kapott, gyakorlatilag sima, egyszerű réteggé módosítottuk. Ebben az esetben már tudom mozgatni a képet is a háttéren, hiszen most ebben az esetben egy sima panel, amin van egy darab képünk. Ha szeretnék újra ebből a panelből háttérréteget készíteni, akkor fölmegyek a Layer menü, New, és itt Background from Layer, és amint láthatjátok, az a rész, ami eddig átlátszó volt, az most fekete lett. És miért pont fekete? Itt lent, ha megnézitek a háttérszíneket, van az elsődleges és a másodlagos szín. Ugye ebben az esetben az elsődleges szín helyét elfoglalta a kép, így a másodlagos színnel töltötte ki az üres
üres képkockákat. Akinek régebbi Photoshopja van, tehát nem Creative Cloud-os, annál ez a funkció nem így működik, hanem kettőt kell kattintani a panelra, tehát pontosan a layerre. Itt bejön az, hogy ugyanúgy layer 0, és itt át tudjuk konvertálni ezt a réteget egy ugyanúgy egy sima réteggé. És amint láthatjátok, azáltal, hogy réteget, azáltal, hogy background réteget készítettünk abból a rétegből, hogy elmozgattuk ugye a hátteret, ezt a részét le is vágta. Tehát újra egy hátteret készítem belőle, és akkor már természetesen ezt a részét is kitölti feketével. Egy nagyon fontos dolog, amennyiben ezt a képet szeretném elmenteni, és a végtermék egy JPEG fájl lesz, akkor is célszerű először egy PSD vagy TIFF formátumban elmenteni, hiszen ezek a formátumok támogatják a rétegetnek a használatát. Ha a későbbiek során bármit kell módosítanunk a képen, amit meg tudunk tenni a rétegek módosításával, akkor nagyon sok munkától tudjuk magunkat megszabadítani azzal, hogy elmentettük a képet, mondjuk alapvetően is PSD-be menti el a Photoshop, tehát célszerű, én minden esetben azt használom, tehát célszerű PSD-ben elmenteni, mert ha ezt a képet én most így elmentem JPEG-be, akkor az ugye a négy darab panelemet összekonvertálja egyetlen panellé, és onnétól kezdve egyetlen képet se tudok se áthelyezni, se egymáshoz képes mozgatni. Így, ha szeretném később ezt módosítani, akkor kénytelen leszek teljesen az elejéről újrakezdeni. Ellenben, ha elmentem, mint PSD a rétegekkel, akkor nagyon egyszerűen tudom ezt ugyanúgy módosítani, mint eddig, és a módosítás után újra el tudom menteni egy egyszerű JPEG-ként, és spárról tudom ugye publikálni. A mai nap ennyit szerettem volna nektek mondani a rétegekről. Amennyiben tetszett a videó, kérem lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Ebben az esetben ne felejtsetek el rákattintani a csengőre, hogy mindig megkapjátok az értesítéseket az új videóimról. Sziasztok!